nagy kaland, hegy tetején és víz alatt. Fürgébb nálunk a kismadár, sárosak leszünk, de az se fáj. Vízre a hajót, horgonyt fel, dalolj, tapsolj és indulj el. Ezernyi állat a dzsungelben, a folyókban és a fákon fenn. Nézd, milyen csodás hely, szedd a lábad, jönned kell. Rajtad a sor, ne add fel, még sok-sok mindent tudnod kell. Vízre a hajót, horgonyt fel, dalolj, tapsolj és indulj el. Rajtad a sor, ne add fel, még sok-sok mindent tudnod kell. Leó az ifjú vadőr, a fehér hasú rétisas. Nézd, harcos, van egy új sárkányom. Ó, sziasztok, Leó vagyok, az ifjú vadőr. És ez itt a kutyám, harcos. Gyere, reptessük együtt, annyira jó lesz. Felrepítjük magasra az égen. Keressünk neki valami nyílt terepet. Oda néz, egy másik sárkány is van az égen. Menjünk, nézzük meg, ki van ott. Hát, ha együtt is reptethetnénk. Hé, most meg hova lett? Egy perccel ezelőtt még itt volt. Mi történt, harcos? Megtaláltad a sárkányt? Na hát, nem is sárkány, hanem egy madár. De vajon milyen madár lehet? Tudjátok, mit teszek? Lefényképezem és elküldöm a húgomnak, Lindának, hiszen ő is lelkes ifjú vadőr. Most állj kicsit nyugodtan. Szia, Linda! Találtunk egy madarat a kertben. Küldtem róla képet. Szia, Leó! Na hát, milyen hatalmas madár! Utána tudnál nézni egy kicsit? Természetesen! Szuper, akkor megyek! Harcos, te itt maradsz és vigyázol a barátunkra, mindjárt visszajövök. Tartsatok velünk! Irány a titkos fakuckó! Szia, Linda! Találtál valamit? Épp jókor érkeztél, Leó! Ez a madár egy rétisas. 8 féle rétisas létezik a világon. Amit te találtál, az egy fehér hasú rétisas. A háta és a szárnyai sötét színűek, de a feje, a hasa és a farka fehér. Ezért nevezik fehér hasú rétisasnak. Értem! Na és honnan származik? A fehér hasú rétisast Indiától és Sri Lankától egészen Dél-Kelet-Ázsiáig és Ausztráliáig megtalálhatod. Mindig a vízhez közel költenek és vadásznak. A fehér hasú rétisas tengeri állatokat eszik, vagyis halakat, teknősöket és tengeri kígyókat, de megeszik a kisebb madarakat is. Ezek szerint egyáltalán nem való a kertünkbe. Olyan helyre kell vinnünk, ahol talál élelmet. Tartsatok velünk! Ez szuper ötlet, Leó! Odalent találkozunk! Csodás hely, szedd a lábad, jönned kell. Rajtad a sor, ne add fel, még sok-sok mindent tudnod kell. Vízre a hajót, horgonyd fel, dalolj, tapsolj és indulj el. Rajtad a sor, ne add fel, még sok-sok mindent tudnod kell. Rajtad a sor, ne add fel, még sok-sok mindent tudnod kell. Vili vadőr! Szervusztok, ifjú vadőrök! Üdvözöllek a tónál! Látom, új barátotok van. Ezúttal egy madár. Jól látod, Vili. Visszavisszük oda, ahová tartozik. Bizonyára tudjátok, a rétisas vadászik, vagyis ragadozó madár. Vagyis zsákmányállatokkal táplálkozik. A környék legnagyobb ragadozó madara. A nőstények nagyobbak a hímeknél, és egy egész életre választanak párt maguknak. Egy életre? Akkor muszáj lesz segítenünk ennek a fehér hasú rétisasnak, hogy párt találjon. Biztos nagyon szeretné. Úgy tartják, jobb ketten, mint egyedül. Nagyon éles a látásuk, és gyakran vadásznak együtt a zsákmányra. Ha találtok zsákmányban gazdag helyet, talán párt is talál majd magának. A tóban van elég hal, de egyetlen rétisast sem látok a környéken. A mi tavunk egy kicsit-kicsi, de ne add fel. Keressetek egy másik helyet, ahol jóval nagyobb a víztükör.
Sok sikert, kis vadőrök! Köszönjük, Vili vadőr! Nézzük, merre menjünk. Itt egy tengerpart, ahol a part és a víz találkozik. Rengeteg itt a víz. A másik oldalon egy felfújható medence. Ti tudjátok, merre menjünk? Itt egy jó kis tengerpart, itt pedig egy felfújható medence. Akkor merre menjünk? Erre? Hát persze! A tengerpartra kell mennünk, ahol más rétisast is találhatunk a nagy víz közelében. Menjünk! A tengerpart még jóval előbbre van, de ezen a folyón is nagy a víztükör. Szerinted lehetnek itt más rétisasok is? Utána kellene néznünk. Mit láttál, harcos? Nézd, van odafönt egy nagy madár. Szerinted ez lesz a rétisasunk párja? Nem hiszem, Leo. Egész más a hangja. Jaj, ne! Mintha összecsaptak volna. Hello, kis vadőrök! Szóval, találtatok már egy nagy víztükröt? Találtunk egy nagy folyót, Vili. De egy másik nagy madarat is. Éppen vele harcol a rétisasunk. Jó ég! És hogyan néz ki ez a másik madár? Majdnem úgy, mint a mi rétisasunk, csak vannak barna csíkok is a szeme fölött. Úgy hallom, a másik madár egy halászsas. Szintén víz közelében élnek, és halakkal táplálkoznak. Biztos a területére tévedtetek. Szóval mindketten halat esznek. Köszönjük szépen, Vili. Van egy ötletem. Éhesnek tűnnek. Akkor keresünk neki halat. Ez jó helyszínnek tűnik. Harcos, te jössz! Most csak meg kell várnunk harcost. Itt is van! Madarak, van itt elég mindenkinek! Akkor most mit keressünk? Hello, kis vadőrök! Vili vadőr! Ha párt akartok találni a fehérhasú rétisas számára, akkor a parton egy nagy fát keressetek. De ne szellemet, ne is kenyeret, csak is egy vízparti nagy fát keressetek. Érted? Ne egy szellemet, és ne is kenyeret. Csak egy vízparti nagy fát keresek! Köszönjük szépen, Vili! Figyelj, harcos! Hogy pár találjunk a fehérhasú rétisas számára, menj és keress egy magas fát a tengerparton! Sok sikert! Figyelj! Látok pár pontot a radarképen. Az egyikük egy magas fa lesz. Az ott egy magas fa? Nem, nem az. Csak egy madáretető egy póznán. Keresd tovább. Látjátok, hogy mi az? Bizony, egy strandnapernyő. Keresd még tovább. Ti látjátok, hogy mi az? Bizony, egy magas fa a tengerparton. És ott van a rétisas párja. Szép volt, harcos, már is oda megyünk. Sikerült! Megtaláltuk a fehérhasú rétisasunk párját. Jó munkát végeztünk! Hurrá! Ez az! Találtunk egy fehérhasú rétisast a kertünkben. Megtudtuk, hogy a fehérhasú rétisasok víz közelében élnek, és azt is, hogy egész életre választanak párt maguknak. Így elmentünk a tengerpartra, és visszavittük a párjához. Szép munka volt, srácok! Gratulálok! Igazán kitűnő kis vadőrök vagytok!
Küldetés teljesítve. Magyar hangok. Herman Lilla, Boldog Gábor, Horváth Töreki Gergely. Magyar Angyal Andrea, szerkesztő Horváth Ádám Márton, hangmérnök és vágó Vüns Attila, gyártásvezető Farkas Márta, szinkronrendező Nagy Ákos. A szinkront az MTVA megbízásából a Vidar Film készítette.